társház tulajdonosok fizetési fegyelmének erősítése érdekében a közös képviselőnek, illetve az intéző bizottság elnökének lehetőséget ad a nem fizető tulajdonos társakkal kapcsolatosan hatékonyabb és gyorsabb fellépésre. A javaslat szerint a közgyűlés már a 3 havi közös költségtartozást felhalmozó tulajdonostársal szemben is elrendelheti a tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzátartozó közös tulajdoni hányadának jelzálog joggal való megterhelését. A hatályos jogszabály szerint ezt a közgyűlés csak 6 havi közös költségtartozás fennállás esetén teheti meg. A kormány előterjesztés szerint a közgyűlés a jelzálogjog bejegyzésének elrendelését már 3 hónapnak megfelelő hátralékonként is megismételheti. A jelenlegi szabályozást ezt a lehetőséget csak 6 havi közös költségtartozás fennállása esetén biztosítja. A módosítás alapján a közös képviselő, illetve az intéző bizottság köteles közölni és beszedni a tulajdonos társakat terhelő közös költséghez való hozzájárulás összegén kívül a társasházi törvény 24. paragrafus 2. bekezdés B pontja szerinti külön jogszabályok alapján meghatározott szolgáltatások díját is, vízáram, gáz, távhő, valamint érvényesíteni a közösség ezzel kapcsolatos igényeit. A javaslat szerint a közgyűlést, ha a tulajdonos társak annak összehívását kezdeményezik, a törvényben meghatározott határidőn belüli időpontra össze kell hívni, tehát nem elegendő a meghívó határidőn belüli kiküldése. Ellenkező esetben a kiküldött meghívó akár több hónappal későbbi közgyűlési időpontot jelölhet meg, melyre volt gyakorlati példa, így időmúlás miatt lehetetlenül a tulajdonos társak kérésének teljesítése és számottevő vagyoni károk keletkezhetnek. A szövegpontosítás feltétlenül szükséges azért is, mert a bíróságok a korábbi megfogalmazást nem egységesen értelmezik. A közgyűlés összehívására vonatkozó 15 és 8 napos határidők közös képviselők és számvizsgáló bizottságok kifejezett kérésére 30 és 15 napra módosulnak, elfogadva, hogy a 100 vagy ennél is több lakásos társasházak esetében az előterjesztések írásos elkészítésének kötelezettségére is figyelemmel lehetetlen a közgyűlés ennél rövidebb időn belüli megtartása. A jogorvoslati lehetőség biztonságos gyakorlása érdekében módosul az írásbeli szavazásról való tájékoztatás szóhasználat a közlés kötelezettségére, mert itt a határozat bíróság előtti megtámadásának joga csak a szavazás eredményének a tulajdonos társakkal való közlésétől kezdődően gyakorolható, míg a tájékoztatáshoz nem fűződik jogkövetkezmény. A gyakorlatban tapasztalt hiányos szerződésekre figyelemmel a módosítás arról rendelkezik, hogy ha a közös képviselő társasház kezelői tevékenység ellátására is megbízást kap, akkor a szerződésnek az erre vonatkozó feladatkörét és a díjazás kérdésében történő megállapodást is tartalmaznia kell. A javaslat szándékoltan nem nevesíti a konkrét díjban való megállapodás kötelezettségét, csupán utal arra, hogy ebben a kérdésben is meg kell állapodni, mert e tevékenység végzése lehet ellenérték nélküli, vagy csak a működési költségeket, de nyereséget nem felszámító, vagy nyereséget tartalmazó díj egyaránt. A módosítás lehetővé teszi, hogy a szervezeti működési szabályzatban a számvizsgáló bizottsági feladatok ellátására a számviteli törvény szerinti szakképesítéssel rendelkező, azaz regisztrált könyviteli szolgáltató, vagyis mérlegképes könyvelő vagy okleveles könyvvizsgáló szakértőnek adjanak megbízást. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha a társasházban nincs számvizsgáló bizottság, vagy legalább egy tulajdonos társ, aki ellássa a havi számlák és a közös képviselő ügyintézése ellenőrzését, valamint a további bizottsági hatáskörbe tartozó feladatokat. Ebben az esetben azonban nem a javaslat szerint éves egyszeri, a közgyűlés elé terjesztett éves elszámolás és a következő évi költségvetési javaslat vizsgálatáról és véleményezéséről van szó, hanem kifejezetten a szervezeti működési szabályzat felhatalmazás alapján a számvizsgáló bizottsági feladatok külső szakértő által történő ellátásáról. Ezzel összefüggésben a társasház szervezeti működési szabályzatának tartalmaznia kell a számviteli törvény szerinti szakképesítéssel rendelkező és regisztrált személlyel történő megállapodás lehetőségét, azzal, hogy e lehetőséggel a társasház abban az esetben élhet, ha a tulajdonostársaknak legalább az összes tulajdoni hányad szerinti több, mint a fele egyetért. Azokban az esetekben tehát, ahol nem kötelező a külső szakértő igénybevétele, ott a társasházi közösség önszántából bármikor egyszerű szavazattöbbséggel
közgyűlési döntést hozhat a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult szolgáltató vagy okleveles könyvvizsgálói képesítéssel rendelkező személy megbízásáról. Tisztelt képviselőtársak, a törvényjavaslat a társasházak gyakorlatára épít, és azok működését kívánja segíteni, egyszerűbbé, kiszámíthatóbbá tenni. Köszönöm a figyelmet. Megyünk tovább az előre bejelentett felszólalók listáján. Következik az MSZP-ből Pál Tibor képviselő úr. Ugyancsak 15 perces időkeretben, tessék parancsolni. Elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház, az előterjeszt ebben a törvényjavaslatban igazából három kört próbál meg jogszabályban rendezni, ami a társasházak mindennapjait érinti. Az első a szervezet és működési szabályzatokban a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, mondhatjuk úgy, hogy üzlethelyiségek tevékenységi körének az engedélyezését, megtiltását a társasházak számára, hogy milyen tevékenységet lehet az adott üzlethelyiségben folytatni. A második kör, amiben javaslatot tesz az előterjesztő, az a három havi díjhátralékkal vagy elmaradással bírók ügyének a kezelése, és itt a jelzálogjog bejegyzését javasolja az előterjesztő, ami ma is működik, csak ugye 6 hónappal határoztuk ezt meg. És a harmadik kör az pedig a gazdasági ellenőrzési rendszerben hoz tisztázó és a társasház közösséget erősítő javaslatokat, a mindennapi működést segítő javaslatokat. Valójában azt lehetne mondani, hogy mind a három javaslat tényleg olyan, ami a társasházak működését valóban segíti, a mindennapi működésüket nyomasztja, segítséget jelent nekik, de azt is látni kell, hogy sok minden van, ami kimaradt a szabályozásból, ami a társasházak számára már évek óta fontos lett volna, hogy szabályozásra kerüljön, és jó lett volna, hogy ha már egyszer hozzányúlunk ehhez a törvényhez, akkor ezekre a kérdésekre is választ adunk. A hozzászólásom végén el fogom mondani azokat a pontokat, amelyeket fontos lett volna szabályozni. Valószínű, hogy ha a törvény előkészítésénél egy szélesebb körű konzultáció, egyeztetés történik, akkor talán ezek a kérdések is belekerülhettek volna a törvényjavaslatba. A társasházak közös képviseletének ma már nagyon sok szervezete van, amelyik működik. Ők szívesen vették volna valamifajta együttműködést, egy párbeszédet a törvény előkészítése kapcsán. A társasházi működés, a társasházi lét, az bizonyos értelemben egyfajta kényszerként van jelen a mai magyar társadalomban, a mindennapjainkban. Több millió emberről szól, hiszen a rendszerváltás környékén azt megelőzően, illetve azután nagyobb számban az önkormányzatoktól rengetegen vásárolták meg a lakásukat, a korábbi bérlakásukat, legyen ez akár egy panelházban, vagy éppen egy tömbházban, vagy egy belső udvaros körgangos házban. Amikor ezt megvásárolták a lakást, akkor sokan azt gondolták, hogy megvették a lakást, ők most tulajdonosok, és innentől kezdve minden más el van felejtve, csak az, ami a lakáson belül van, az az, amivel nekik foglalkozniuk kell. És kevesen voltak tisztában azzal a problémával, hogy megvették a lakásokat, de ezzel együtt maga a társasház közössége megvásárolta a házat is. Megvásárolta a ház egészét, annak örömeivel és bánataival, terheivel és hát lehetőségeivel együtt. Megvásárolta a rossz minőségű tetőt, vagy megvásárolta a homlokzatot, a bejárati kaput, vagy éppen a házat körülvevő udvart, arról is gondoskodniuk kell. Ez a tulajdonosi tudat kevésbé volt jelen akkor, amikor ezek a vásárlások megtörténtek, amikor a tulajdon jog átkerült a lakók kezébe. Mára ez már azért egy kicsit erősödött, egy kicsit jobban alakult. És azt is láttuk az elmúlt 20 évben, hogy volt egy új jelző, ezt úgy hívták, hogy potyautas. Ez az a társasházi tulajdonos, aki ugyan megvásárolta a lakását, de valahogy nem kívánt hozzájárulni a társasház működéséhez. Ebben két kategória van. Van egy, aki tudatosan vállalja, vagy tudatosan alakította ki ezt a potyautas kategóriát, hiszen attól függetlenül, hogy ő fizet vagy nem fizet, maga a társasház, a közösség működik, takarítják a lépcsőházat, működik a világítás. Ő kevésbé járul hozzá, az előnyeit élvezi ennek a működésnek, de nem járul hozzá ezekhez a terhekhez. És hát persze van egy másik kategória, amelyik kategóriáról itt most a törvény is szól, aki élethelyzetéből adódóan, szociális helyzetéből adódóan nem tudja, vagy nem tudta vállalni azt, hogy azokat a költségeket, azokat a terheket fizesse, amelyek rá hárultak.
Ebben a kérdésben nagyon sok próbálkozás történt már, hiszen az adósságkezelési teher, a díjhátralékosok ügyének a kezelés az önkormányzatok részéről pontosan azt a célt szolgálta, hogy ne halmozódjon fel olyan nagyméretű tartozás, ami később ahhoz járul, hogy jelzáloggal megterhelik az adott tulajdont. Tehát, mint ahogy mondtam, a lakással együtt megvásároltuk a házat is, annak szépségeivel és terheivel együtt. És persze terhet jelentett a lakóházak felújítása. Ebben a kérdésben az elmúlt 20 évben nagyon sok próbálkozás volt, hiszen az önkormányzatok lehetőségeikhez, erőikhez mérten megpróbáltak valami segítséget adni a társasházaknak pályázatokkal, visszatérítendő vagy visszanemtérítendő pályázattal, kamatmentes kölcsönökkel vagy egyéb juttatásokkal. Volt, aki ezzel tudott élni, ennek eredményét lehet is látni egy-egy nagyobb városban, a fővárosban egy-egy kerületben, igen szépen felújított házakat lehet látni. Ennek a programnak egy kiemelkedő része volt a panel program, ami a panel társas házakról szólt. Az elmúlt években, ha jelenlévő képviselők kimennek a városba és körbe sétálnak, szinte nincs olyan kerület, nincsen utca, ahol ne látnának valamilyen megújuló szép panelházat. Az is világos, hogy ez a felújítási folyamat, ebbe való részvétel egy társasház részéről egy másfajta működést, egy másfajta magatartást és gondolkodást igényelt, mint ahogy még azt jó néhány évvel ezelőtt megszokhattuk. Hiszen azt igényelte tőlük, hogy üljenek le a társasházban, a társasházi közösségek, beszéljenek az előkészítésről, annak a műszaki tartalmáról, a menetéről, hozzanak döntéseket, a felújítást bonyolítsák le, és a végén pedig el kell számolni a pályázaton kapott összeggel. Nos, ez az elszámolás is egyben az, ami azt gondolom, hogy a törvényalkotó részéről itt most módosítást igényel, hiszen a panel programra való válasz az, ami a törvénymódosításban van, az azzal való elszámolást kellett a társasházaknál rendezni. És persze, miközben megvásároltuk a lakásokat, felújításokkal és annak örömeivel és bánataival együtt éltünk, közben egy új szakma is keletkezett, ez pedig a közös képviselő, a közös képviselet, mint új szakma, amely szakma képviselőnek hát nagyon sok tudással kell rendelkezniük. A kezdeti lelkesedés, amikor egy adott házban valakit megbíztak azzal, hogy ő a közös képviselő, mára ez már egy professzionális szakmává nőtte ki magát, hiszen költségvetéshez kell értenie, jogot kell tudnia, műszaki ismeretekkel kell bírnia, és talán van egy olyan része ennek a dolognak, ami a legnehezebb, tudni kell bánni a házban lakókkal, a tulajdonosokkal, és ez sok esetben nem a legkönnyebb helyzet. A törvénymódosítás a társasházban lakókat védi azzal a szándékával, amit a 17. paragrafusban fogalmaz meg, ahol azt rögzít, hogy milyen tevékenységet nem lehet folytatni egy adott társasház üzlethelyiségében. Azt gondolom, hogy ez jó. De azt is látni kell, hogy azért a kör annál kicsit szélesebb, mint amit a törvény megfogalmaz, és mint amit államtitkár úr is mondott. Mondok példát erre. Ma már nagyon könnyen megoldható, hogy egy kis üzlethelyiségbe gyors pékség működjön, vagy olyan tevékenységet végezzenek, ahol nagy kazánok működnek. Ennek a tevékenységnek nagyon kellemes illata van, amikor éppen süti valaki a fagyasztott süteményt, de szeretném jelezni, hogy ha önök elmennek abba a társasházba, ahol alul egy ilyen gyors pékség működik, a fölötte lakók azok mind-mind hát nagyon haragudnak ezért a tevékenységért, de ugyanilyen a gíros sütő, vagy éppen a pizza sütő, hiszen ez nem zajjal jár, most a zaj annyi, hogy oda járnak vendégek, de az a szag, az az illat, ami ott van, az a házba fölfelé terjed. Én azt gondolom, hogy érdemes volna ezt a tevékenységet is abba a körbe bevenni, amire a társasház külön dönthet, hogy ilyen tevékenységet enged vagy nem enged az adott házban, az adott üzlethelyiségben. Én több olyan lakásban voltam ferencvárosi képviselőként, ahol behívtak és azt mondták, hogy nézzem meg, és hát szagolja meg a ruhákat, mindegyiknek ilyen nagyon erős zsírszaga volt, míg persze lent a büfében nagyon kellemes illatok terjedtek. Azt én nem tudom, nagyon kedves idős néni volt, aki behívott és megkérdezett, mutassa meg. Vannak ízléses, meg vannak ízléstelen bekiabálások. A bekiabálást általában nem szeretjük ebben a műfajban, de szoktuk gyakorolni mindannyian. Szerintem engedjük tovább képviselő úrnak a hozzászólást. A néni egy nagyon kedves ferencvárosi hölgy volt, és azt kérte, hogy segítsek ezen a problémán. Ezt próbáltam most elmondani az államtitkár úrnak, úgy láttam jegyzetelt, szerintem érte, hogy miről beszélek.
önnek is azt javaslom, képviselő, hogy menjen egy ilyen házba, nézze végig is, és kopogtasson be, kérdeznek, hogy mit szólnak az ott lakók. Nos, de a törvény következő paragrafusában, a 18. paragrafusban viszont már nem a társas házakat, és nem a társas házban a tulajdonosokat, a lakókat védi, hanem az üzleti szereplőket, amikor azt mondja, hogy ahhoz, hogy a tevékenységet váltsanak, ahhoz már nem feltétlen kell a társasház hozzájárulása, illetve a társasháznak kell bebizonyítani, hogy egy majdani tevékenység olyan zajjal fog mondjuk járni, ami zavarja a társasházban a lakókat. Tehát egy előre még nem végzett tevékenységről kell véleményt mondania a társasháznak. Ráadásul, ha ezt megtámadja a tulajdonos, akkor csak bírósági úton lehet ezt elrendezni, addigra pedig már általában a működésengedélyt megkapja az illető, és működik maga a tevékenység, és a társasház utána már nehezen tudja ezt a tevékenységet megtorpedózni, vagy nehezen tudja maga érdekeit érvényesíteni. Én ebben komoly ellentmondást látok, örömmel láttam az első pontot, a másodikat azt gondolom, hogy nem kimondottan a lakókat védi, hanem sokkal inkább a piaci szereplőket. A jelzálogjog bejegyzés, ami a törvényjavaslat 30. paragrafusában szerepel. A 3 hónap, érthető az a szándék, hogy szeretnék ezt rövidíteni, mégis azt gondolom, hogy a 3 hónap erre kevés. Hiszen nagyon gyakran kerülhetnek családok olyan élethelyzetbe, amikor 2-3 hónapig nem tudnak fizetni, és már rögtön a jelzálogjog bejegyzése megtörténhet a tulajdonukra. Ráadásul, ha végignézzük a jelzálogjog bejegyzése, és ezt a Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesületének az elnöke, dr. Bég Ágnes küldte el e-mailben. Tehát egy ilyen jelzálogjog bejegyzése az 12 000 forint illetéket jelent, és 25 000 forintos ügyvédi ellenjegyzési költséget. Ez 37 000 forint. Most ha kiszámolják, tisztelt képviselőtársaim, valakinek van valamekkora tartozása, plusz még a társasház számára ez jelent egy 37 000 forintos kiadást, előbb-utóbb ezt a költséget is az adott tulajdonos, az adott lakóra terhelik, tehát igen nagy összegű terhet kell majd visszafizetnie, ha pedig nem tudja, akkor a jelzálogjog az tovább nő, illetve 3 havonta újra és újra lehet ezt megtenni, és újra kiadás jelent nem csak az adott lakónak, hanem a társaságnak is költséget jelent. A törvényben lehetőséget adnak a közös képviselőknek arra, hogy míg eddig a szolgáltató cégek a díjelszámolás érdekében az órák leolvasását végezték, azt most a közös képviselők is megtehetik. Eddig a szolgáltatók valamekkora díjat számoltak föl. Itt most a törvényben erről nincs szó. Én azt gondolom, hogy ez jelent majd némi problémát, hogy olyan feladatot kapnak, amit igazából nem fog az ő számukra senki megtéríteni. A törvény megteremti a lehetőséget, hogy a társaságok külső szakembereket vonjanak be a pénzügyi ellenőrzésekbe. Én azt gondolom, hogy ez jó, hiszen nem mindig van egy-egy társasházban olyan szakember, aki a különböző pénzügyekhez ért megfelelő szinten, és akkor lehetőség van most arra, hogy külső szakembert vonjanak be. Tehát összességében azt kell mondjam, hogy jók ezek a javaslatok, de nagyon sok minden van, ami kimaradt a törvénymódosításba, és mint ahogy jeleztem, jó lett volna, ha a konzultációt folytatnak a törvény előkészítése során, hiszen akkor ezekről lehetett volna beszélni a szakmai szervezetekkel. Mi az, ami kimaradt a törvényjavaslatból? Például, hogy a nem megfelelően működő közös képviselővel szemben milyen panasztételi lehetőség van? Van-e szervezet, amelyiket fel lehet erre szólítani, akinél lehet panaszt tenni? A tevékenységtől való eltiltás kérdése nincs tisztázva, ma csak itt is bírói ítélettel lehet eltiltani valakit ettől a tevékenységtől. Azt se lehet tudni, hogy korábban valaki már ilyen bírói ítélettel rendelkezik, mégis egy társasháznál jelentkezik, mint közös képviselő, nem lehet tudni, hogy van-e neki ilyen eltiltása. Sokszor esnek társasházak abba a csapdába, hogy olyat foglalkoztatnak, akit máshol már eltiltottak, vagy bírói ítélettel eltiltottak ettől a tevékenységtől. Aztán, aki a társasházat nem az alapszabály szerint működteti, ott valójában a társasház közösségének nemigen vannak lehetőségei és eszközei, hogy hogyan tudja rákényszeríteni, hogy az SMS szerinti működést folytassa. Valamint, hogy a tulajdonosokat nem engedi a közös képviselő, hogy betekintsenek a gazdálkodással kapcsolatos iratokba. A jogszabály ezt valóban nem teszi kötelezővé, de hát
azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha a tulajdonosok számára a jogszabály megteremteni ezt a lehetőséget. És ugyanígy probléma, és ami kimaradt a törvényjavaslatból, hogy a meghatalmazások rendszerébe kellene rendet csinálni, hiszen nem ritka az, amikor valaki 20-30 vagy éppen 40 meghatalmazással megy egy közgyűlésre, ezzel a tulajdonosi többséggel, amivel ő rendelkezik, hát sokszor fenyegeti a többieket, vagy éppen visszaél azzal a többséggel, amivel rendelkezik. És az sem ritka, az is előfordult már, hogy maga a közös képviselő bírt ezzel a nagyarányú meghatalmazással.